A Fidesz új részvénytársasági elnököt választ. Szia, ja, bocsánat, kegyelem okosba, nem? Kegyelem okosba érdekel? Most nagyon sietünk. Jó. A Magyar Kétfalkú Kutyapárt eddig gyanúsan hallgatott ebben az ügyben. Tehát ezt a kínos hallgatást szeretnénk most folytatni továbbra is. Hi, sorry. Kegyelem, something? Little kegyelem, something? No? Továbbra sem fogunk mondani semmit, csak kérdezünk. Megkegyelmezni a kutyádnak ezért, hogy nem jön vissza? Kapocsolyából? Kevésbé. Kevésbé? Nem, ő megy a börtönbe. Kinek kegyelmeznél meg inkább? A Lagzi Lajcsinak, Portik Tamásnak, vagy az alza.hu reklámszakembereinek? Az alza.hu-nak semmiképp. Az a legidegesítőbb. Tudom, hogy ez a céljuk, de akkor is. Ezt le kéne venni mindenhonnan. Jó, tehát az alza.hu-nak nem. Kettő maradt, Lagzi Lajos vagy Portik Tamás? Hát inkább Lagzi Lajcsinak, mert azért jó nótákat csinált, ő a gyermekkorom. Az alza.hu reklámstábjának biztos, hogy nem. Igen, ha kiesett, akkor Lagzi Lajcsi vagy Portik Tamás? Csak egynek adhatok kegyelmet? Igen. Akkor Portik. Miért? Mi a baj Lagzi Lajcsival? A zenéje. Lagzi Lajcsi. Igen? Voltam vele egy lagzin. Mesélj erről, kérlek. Nem zenélt. Egy jó asszony minden megbocsájt, egy keresztény is minden megbocsájt, tehát Novák Katalin egy jó keresztény asszonként minden megbocsájtott. A Kutyapárt nem nagyon mondott még semmit erről a köztársasági elnök ügyről, de természetesen ez is, mint minden a Kutyapártnál egy jól elgondolt taktikai stratégia része, ugyanis az iránytű intézet, lehet, hogy rosszul mondom, tehát itt ugyanis... Szóval Kunhalmi Ágnes neki szaladt egy fotószeles ajtónak, és hát menni kell érte valószínű. Múltkor egy dorsz pólóban voltam, és majdnem nekem szaladt. Tudsz aláírni amúgy? Tudok aláírni. Arra gondolsz, hogy én lennék a köztársasági elnök? Hát arra gondoltuk, hogy egy napra választanánk köztársasági elnököket, de megkapnák ők az életjáradékot. Ez jó lenne, mert szerintem sokan el tudnák végezni ezt a munkát. Igen, és akkor mondjuk így 9 millió nap múlva így mindenkinek meg lenne annyi alapjövedelme, vagy a váltókereste, vagy nevezzük bárhogy, ami most az életjáradék a Novák Katalinnak, akiket elvesszük persze. Ez tetszik ez az ötlet, így mindenkinek lenne kicsi. Pont kiszámoltam, hogy ez 25 ezer év. Igen? Amíg mindenkinek megvan az alapjövedelem. Igen, úgy jön ki. Te maga egy matematikus? Majdnem. Igen. Hogy lehet választani napra, hogy melyik legyen? Hogy ki hát legyen? Neked milyen napok lennének jók? Hát, várjál csak. Vasárnap hétfőn ráérek, akkor nem dolgozok. Aha. De hogyha éppen... Hogy dolgozni kéne, akkor is köztársasági elnök. De hogy a másik munkában akkor éppen nem dolgozok, de viszont ha nem érek rá, akkor tudom magam helyet állni például Győzikét. Szerintem elég jó vinni a Prímát. Mm. Vagy... A Prímát? Vagy hétfő, és igen. A Győzikének szóljunk, ha nem érsz rá. Igen, akkor ő lenne a backup. Jó, király. Te mire költenéd ezt az életjáradékot, amit ő kap havi szinten? Jól tudom, 4,5 millió forint életjáradéka van ezek után. Hol látnád ezt a pénzt szívesebben? Hát migránsoknak adnám. Amikor bátyönnek a határon, akkor ott osztogatnak százalékonként, hogy ez Novák Katalin küldi. Szerinted miről kéne lemondani Novák Katalinnak még? Az életjáradékáról, vagy a kosztümjeiről? A kosztümjeiről, arról nem, mert azok jól állnak neki. Komolyan? Hát egy igaz magyar nő, az hordjon ilyen bocskai öltöny, meg ilyenek. Aha. De az életjáradékáról hát megdolgozott érte, szerintem emeljük meg. Csináljunk neki életen túli járadékot is? Ez jó lehet a gyerekeinek. Igen. És elérjenek egy életjáradékból? Ha Balogh Zoli, Varga, Novák, Orbán mind egy életjáradékkal így meglennének, vagy mind kapjanak külön szerinted? Meglennének szerintem egy teljes hétig. Kormány! 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 Szép. Na meg igen, az van, hogy azért van egy törvényi rendelkezéssel szeretnénk élni, ugye, mert az állam se azt csinálja, hogy megvédi a gyerekeket, csak törvényeket hoz, hogy tervezünk egy ilyen gyerek önvédelmi törvényt benyújtani. Mit gondolsz erről?
karatézni tanítanátok a gyerekeket? Van egy ilyen terv, hogy, megalapítjuk végre a MKKP-nek az erőszak szervezetét, a Kung Fu Panda elhárító csoportot, és Kung Fu Pandákat rendelnénk a gyerekek mellé, és akkor tudjuk segíteni nekik ilyen jól irányzott darulugásokkal elintézni ezt az ügyet. Milyen küzdősportra kéne megtanítani a gyerekeket szerinted, hogy az állami védelem hiányában meg tudják magukat védeni? Donjitsu. Ezt nem ismerem. Én találtam ki most. Nem. A Lovák Katari... Vajon a titka... Na? Csak kiesett a kontaktlencsét. Megfeled a mikrofon, kérlek. Most kiesett a kontaktlencsét? Igen, mert elsírom magamat ezen az országon, bazd meg, és el is fújta azt. Pont a köztársasági elnök szemedből esett ki? Igen, a bal szemem sír, a jobb szemem köztársasági elnök. A bal szemem kegyelem, a jobb szemem köztársasági elnök.